Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket a legújabb filmgyűjtés unboxing videóban. Az előző videómhoz hasonlóan ebben a videóban is egy Zavi exkluzív steelbookot fogunk közelebbről megnézni. Föl is veszem gyorsan a Mickey egérkesztyűimet, hogy be tudjam nektek mutatni a steelbookot. Itt is van, ez a Spaceballs, azaz űrgolyhók Zavi exkluzív steelbookja. Ezt fogjuk most közelebbről megnézni. Itt is van előttem a steelbook, még ebben az egynegyedes O-ringben, igen, ez nem J-card, hanem O-ring. Az O-ringen található grafika az teljesen egybeolvad a steelbook frontjával, merre majd hamarosan ki fogunk térni. Így néz ki az O-ringnek a hátulja, hát természetesen van pár extra, illetve hát itt megtaláljuk a hang, illetve felirat specifikációt is. Fura egyébként, hogy nincsenek feltüntetve a további hangsávok, illetve feliratok, mert erről a kiadványról azt kell tudni, hogy bizony van rajta magyar szinkron és magyar felirat is. Úgyhogy aki korábban lemaradt a magyar kiadásról, és szeretne belőle egy szuperül kinéző steelbookot, annak most itt a lehetőség. Természetesen a linket megosztom itt a videó leírásában is. És akkor én most ki is húzom ebből az O-ringből, látjátok, hogy O-ringről van szó. És akkor nézzük meg közelebbről a steelbookot, már az O-ring nélkül. Így néz ki tehát a steelbook frontja. Az egész front egyébként fényes, lakkozott, és ennek ellenére nincs rajta egyetlen egy karc sem. Most lehet, hogy hajszálkarcok vannak, de én itt a fény mellett nem látom. A steelbook frontján egyébként megtalálható az összes főszereplő, illetve hát helyet kapott itt a film angol címe is. Így néz ki a steelbooknak a gerince, hát ott ugye középen megtaláljuk a film angol címét, és így néz ki a steelbooknak a hátulja, szintén lakkozott felület, fényes lakkozott felület, ahol az ismert, a filmből ismert busz található. És akkor én most ki is nyitom a steelbookot, így néz ki a steelbook kívülről, baromira tetszik nekem ez a dizájn, úgyhogy rögtön amikor megláttam, akkor tudtam, hogy nekem kell egy ilyen. És akkor meg is fordítanám, így néz ki a steelbook belülről. Így ki is vettem a lemezt, így néz ki a belső képpel, természetesen a két főszereplő, vagyis hát bocsánat, három főszereplő megtalálható a belső képen. Ennyi volt az űrgolyhók, az a Spaceballs Zavi exkluzív steelbook bemutatása. Ha gondoljátok, írjátok meg kommentben, hogy mennyire tetszik nektek ez a steelbook kívülről, illetve belülről, illetve azt is, hogy beszeretnétek-e szerezni, vagy netán már beszereztétek-e ti is. Ha tetszett a videó, akkor természetesen nyomj egy lájkot, és ha még eddig nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Hamarosan egy újabb videóval jelentkezem, addig nézzétek meg a többi videómat is. Legyen szép napotok, ja, és legyetek jók, sziasztok!